Puskás Akadémia csapatában 3 változás a múlt heti kezdő 11-hez képest. A Honvédnál 4 változás. A kimaradt lehetőségek ide-oda. 2 gólos már. Gyönyörű labda átvétel, Jula szenzációs volt, és lemarad róla Traoré középen. A centerezés egy picit hosszúnak bizonyult. Tamás mellett vált ritmust, Jula megforgatja Tamást, jön Portilla, Hidi, és egy igazítás után ellövi. Danilovics első komolyabb védeni valója a meccsen, ő negyed óra elteltével. Portilla. Nem rossz beadás, és kiszedi Danilovics. Lehet, hogy mellé ment volna egyébként. Hidi, visszapattan, és aztán fölé lövi Hidi. Elvetődött érte Danilovics, csak nem érte el, mert ugye ott megcsúszott még egy védő fején is a labda, és így került a kapufára. Gyula. Ikenne King. Nem sikerül a labdátvétel, egy nagyon szép labdát kapott, viszont jó a csel. Ikenne King, ide megmozgatta Harsányit. Belevágta az oldalhálóban nigériai, aki tapsot kap a 2 szép cselért. Portilla kérte a 9 métert, Szakályt tereli odébb Bognár Tamás. Portilla szabadrúgása, Danilovics bent marad a vonalon, és a lécen landol a labda. Most még közelebb járt Tán a gólszerzéshez a Honvéd. Sőt, Danilovics. Most van vége. Portilla, akinek egy korábbi beadásából szerezte az első kapufáját, a Honvéd megint középre tekerte. És Jula volt az, aki fejelt, aztán az ő lövésével zárult. Ez az izgalmas néhány másodperc. Lencse. Tamás adta el csúnyán, 3 védő és 4, most már 5 támadó, Danilovics maga alá söpri a Jula által középre rúgott labdát. Szakály lagulítja Tóth Balázsnak, Szakály. Jó kiugratás, Lencse durrant mellé. 80. perc már. Vécsei csak belecsúsztatott, Prosser pedig begyújtja a rakétákat és összeszedi még a labdát. Tamás fejeli ki és Denkovics megtoldja. Márku már teszi is vissza, Prosser, ő nem volt lesen. Jó a csele is. És aztán elkerüli a felső sarkot a labda, Godoy volt az, aki ellőtte. Tóth Balázs. Az ő karjára került a csapatkapitányi karszalag. Godoy bajban, és elveszíti a labdát Lencsével szemben. Godoy lent marad ráadásul. Vécsei jön vissza. Szakály azonban még időben passzol Denkovics középre, és Tischler fejjel egyből. Az első labda érintése. Gyula. Prosser. Ignatovics nem éri el, de van mögötte, aki igen. Alcibiade a gólszerző. Kiváló a beadás, és mélységből jön Alcibiade, akit nem vesznek fel középen. Harsányi tárja szét a karját, őt előzte meg. Tamás. Nagyon messzire pattan Kelicstől, és elveszíti Jula. A túloldalon ott van Prosser, elengedik ezek szerint, nem volt lesen, szemben a kapussal Danilovics. Minden eldőlhetett volna, hogyha Prosser belövi. Üres a kapu tehát. Tóth Balázs jóval kedvezőbb helyzetben, mint Jula. De aztán eladja. Ikenne King. Még mindig üres a kapu. Ikenne King, ez már késő. Nem volt hambába holt ötlet, hiszen egy óriási sprintet követően Danilovics épp hogy fölé simítja. Jó, sokáig tartó emberelőnyt használt ki Bierhoval együttese. Most Alcibiade fejese döntött a 87. percben.